Szöges drót veszi körül azoknak a papoknak a tablóját, akik ellenálltak a nyomásnak. Ez pedig az egykori Szovjetunió térképe, amelyen azokat a helyeket tüntették fel, ahol a papok raboskodtak. A II. Világháború után Kárpátalja a Szovjetunióhoz került, és gyakorlatilag azonnal elkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Arra akarták kényszeríteni a görögkatolikus papokat, hogy olvadjanak be az ortodox egyházba. Ezt a többség megtagadta, aminek következménye börtön vagy kényszermunka lett. Az otthon maradt papok életét ellehetetlenítették, és papi működésüket betiltották. Három papot ki is végeztek, az egyház élete azonban az illegalitásban tovább folytatódott. Az üldöztetés 40 évig tartott. Az emberek között nagy egység volt ezekben az időkben. Megbeszélték, hol, melyik házban jönnek majd össze, hol tartanak szertartásokat. Ez mind nagyban segítette, hogy a görögkatolikus egyház az úgynevezett katakomba évek során Kárpátalján túlélhesse ezt az üldöztetést. A kiállítás megnyitóján Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye metropolitája azt hangsúlyozta, időről időre az emberi gonoszság kitermeli a maga szörnyűségeit. Az embereknek ezért arra kell törekedniük, hogy ilyen üldöztetésnek sem eszközei, sem áldozatai ne lehessenek. Ami üzenet kell, hogy megfogalmazzon, hogy én mit tudok tenni azért, hogy a gonoszság, a gyűlölet, az ne kapjon táptalajt. Engem ne ragadjon magával, és mit tudok tenni, hogy másokat se sodorjon magával. Ez a lehúzó negatív erő. A megyei közgyűlés elnöke szerint a tárlat az újjászületésről, a feltámadásról szól. Vértanúk, püspökök, papok tanúskodnak arról, hogy milyen szenvedéseken ment át, milyen megpróbáltatásokon ment át ez a közösség, de lám ez a kiállítás tanúságtétel arról, hogy újjászületett, és hát reméljük, hogy a későbbiekben is, évszázadok múlva is hasonló vitalitással működik, mint az elmúlt 25 évben. A tárlat, amelyen számos papi relikviát is megtekinthetnek az érdeklődők az üldöztetés idejéből, június 15-ig látogatható Máriapócson a Családvár épületében, minden nap 9 és 18 óra között.